Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. A mai videó, ahogy ezt az előzőben mondtuk nektek, egy kérdezfelelek lesz. Ugye YouTube-on és Instagramon is megkérdeztünk titeket, hogy mik azok a kérdések, amiket még nem válaszoltunk meg, és mondjuk szívesen hallanátok tőlünk egy választ rá. Ezeket összegyűjtöttük, és a mai videóban ezekre fogunk nektek válaszolni. Nagyon sok kérdést kaptunk nem csak a YouTube-on, hanem az Instagramon is, amikből válogattunk egy párat. Természetesen voltak ismétlődő kérdések, voltak kérdések, amiket mondjuk már régebben egy videó alatt megkommenteltünk, vagy teljesen új kérdések is, ezért összegyűjtöttünk párat, és az első témakör az rólad szól. Ki gondolta volna, hogy nem az én lovas múltamról szól, rólad szól, és főképp a múltadról. Most minden kiderül. Az első kérdés például, amit Varga Dóra tett föl, egyike volt Varga Dóra, aki föltette, hány éve lovagolsz? Ez a kérdés már meg lett válaszolva az intro videónkban, amit most itt meg tudtuk újra nézni, úgyhogy ezt most nem fogom megválaszolni, nézzétek meg a videót, és benne van a válasz. Hasonló témakörben jött Horses Channel-től több kérdés. Az egyik például az, hogy hány lovad volt eddig? Saját lovam összesen 3 volt, mind a 3 sárga volt. Az első egy kisbéri félvér volt, úgy hívták, hogy Zsebi. Itt van róla a kép. A második lovam volt a szívem csücske, úgy hívták, hogy Adonis. Ő pedig egy sárga magyar sportdomén volt. És utána jött Tiara. Egyébként meg nagyon-nagyon sok lóval dolgoztam ezen kívül, amit nem voltak sajátok. Emellett mi volt az, ami Tiarában megfogott? Tiarát igazából nagyon hirtelen és szerintem szerelemből vettük meg, tehát nem néztünk semmi szakmai dolgot rajta, nem voltak kritériumok, amiknek meg kellett volna felelnie, hanem egy ismerősöm felvette velem a kapcsolatot, mondta, hogy figyelj, van nálam ez a csikó, lehet, hogy tetszenek. Elmentünk, megnéztük és teljesen beleszerettünk. Úgyhogy én akkor még féltem a lovattól. Miért kezdtél el lovagolni? Arról talán nem meséltél a bemutatkozóban. Nem. Amikor kiköltöztünk a szüleimmel Belgiumba, akkor a szomszédban volt egy amerikai kisnáj, és feljött a szobámba, így kimutatott az ablakomon, amiből egy völgy látszódott, és a völgy másik oldalán volt egy kis lovarda, és oda mutatott, hogy ő ott lovagol, és menjek el és próbáljam ki vele, és azóta nem vettem abba. Tiarát, te lovagoltad be? Kérdezi tőlünk Krasi Réka. Úgy lovagoltam be, hogy amikor megvettük, akkor az előző tulajék körülbelül 2-szer ültek rajta, léptek, ügettek vele, semmi extra. Szóval mondhatjuk, hogy én lovagoltam be, de Tiara olyan volt, hogy felültem a hátára, hátrafordult és nézett, hogy most akkor mi van. Szóval semmi ellenkezés nem volt tőle, nem egy idegbeteg ló, nem szeret ellenkezni se nagyon, tehát nagyon gyorsan meg tudtunk egyezni a dolgokban, de igen, gyakorlatilag én lovagoltam be. Egy olyan kérdés is van, ami főleg a bilétás képernyőjén jött elő, pedig az egyik videónak a címében is benne van, hogy miért nem csak Tiarának hívjuk Tiarát, és miért Tiara Pili? Illetve, hogy miért így írjuk le inkább. Miért így írjuk le? Most én teszem fel a kérdéseket, vagy te? Ne haragudj. Döntsük el, tisztázzuk le az elején, mert nem mindegy, jó? Szóval Instagramon láthattátok már rengetegszer azt, hogy a minden poszt alatt kb. Ott van, hogy hashtag Tiara P. Nos, ez azért van, mert útlevél szerint Tiarának az a teljes neve. Az a teljes neve, hogy Tiara Princess, ami, hogy nem tudnátok, hercegnőt jelent, és hát Tiara Princess, ez már egy kicsit ilyen csillampónis névvé fajul. Úgyhogy ezért Tiarának hívjuk, tehát amikor kim vagyunk, nála vagyunk, hogy beszélünk róla, akkor Tiara. Egyébként meg azért írjuk, hogy Tiara P, mert Tiara Princess a teljes neve, és akkor ezt a P betűt még ott hagyjuk, hogy ne menjünk túlzásba ezzel a rózsaszín, csillámpónis, hercegnős őrülettel, amiben valószínűleg ő született. Következő kérdés. Tiarával a közeljövőben tervezel-e versenyezni? Szeretnék mindenképpen. Tiarától függ, hogy megvan-e benne a képesség.
illetve hogy hogy tudunk vele haladni. Most kezdtük ugye az ugrást nemrég, de igen, szeretnék vele versenyezni. Vagy ha nem is vele, akkor majd a jövőben egy nagyobb és talán tehetségesebb lóval. Térjünk át azokra a kérdésekre, ahol a véleményedet kérik valamiről, jó? Itt termékek lesznek, helyek, akármi. Zandona, tudsz-e véleményt mondani róla? Kérdezi Equine Emmy. Mint tegnap láthatátok, kitettünk egy képet, illetve Peti kitett egy képet, ahogy nyergelem térelt, és rajtam van egy Zandona gerincvédő. Ez a legújabb felszerelésem, és tegnap lovagoltam benne. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon meg vagyok vele elégedve, mert nem nagyon lehet érezni, hogy rajtam van. Nagyon pici, vékony, nem érzi az ember, hogy magán van. Az egyetlen hátulütője az, hogy hiába olyan anyagokból van, ami ilyen légáteresztő, és meg mit tudom én, beleízed az ember sajnos. Most jön pár kérdés arról, hogy mit gondolsz a különböző lovakról. Ja. Például a Huffingról. A Huffing egy nagyon-nagyon makacs fajta. Ahol megtanultam lovagolni Belgiumon, ott volt egy Huffing, és mindenki minden edzésen imádkozott, hogy ne ő kapja. És azóta is ezt látom szinte mindenhol, hogy tényleg egy makacs fajta, de hogyha jól akarsz megtanulni lovagolni, akkor úgy gondolom, hogy a Huffing az egy nagyon-nagyon jó választás. És a Fjord lovakról? Fjord ló is volt abban a lovardában, ahol megtanultam lovagolni. Nagyon-nagyon szépek, egyébként szerintem nem is lovak, hanem pónik a fjordok. Szóval szépek, én úgy tudom, hogy Norvégiában fogat lovaknak használják leginkább, de szerintem nagyon-nagyon jó, remek hobbi lovak. Ők azok, akiknek így ilyen... Igen, tusisörényük van. De ők azok, akik boroszkálnak is? Nem, az az izlandi. Ja, az izlandi. Ja. Mit gondolsz a szemsíldről? A kobakom egy szemsíld, Shadow Matte. Kék kobak. Őt is azért vettük, hogy egyrészt, hogy ne azt lássátok a videóban, meg amikor kint vagyok a lovardában, hogy kobak nélkül lovagolok, mert úgy gondolom, hogy ez felelőtlenség. És ha már védőfelszerelésről van szó, amit nem feltétlenül szeret hordani az ember, akkor úgy gondolom, hogy érdemes tényleg olyat választani, ami jól néz ki, ami hosszú távon is kényelmes, és amire azt mondja az ember, hogy na, ezt talán szívesen hordom. És ezért választottam a szemsíld kobakot, nem akartam ilyen nagyon-nagyon fancy, több milliós kobakot választani, de úgy gondolom, hogy a szemsíld az egy nagyon jó árértékarányú termék. Én nekem nagyon-nagyon tetszik, jól a helyén marad, elfér benne a coffom is akár, nem izzadok bele annyira durván, mint mondjuk az előző kobakomba, és hát jól néz ki, ez nem egy utolsó szempont szerintem. Metszer Viki kérdezi, hogy melyik lovasboltban vásárolsz leggyakrabban, és melyiket ajánlod kezdőknek viszonylag olcsó termékekkel. Ha viszonylag olcsó termékek és kezdők, akkor mindenképpen a Decathlon, tehát szerintem minden lovas járt itt, hogy kezdőként ott veszük a lovagjónadrágot, a kovakot, a védőfelszerelést és akár az első lófelszereléseket is, tehát erre én mindenképpen a Decathlon tudom ajánlani. Szoktam oda járni, egyébként ott vannak olyan dolgok, amit a mai napig is ott veszek meg. Egyébként Facebookon a használt lovas adásvételes oldalak a nagy kedvenceim, és pláne a külföldiek, a belga és a francia. Illetve itthon egyrészt azért, mert közel van a Tanita lovasboltja, tehát ez nekem két utcára van. Másik pedig az Imagine a lovasbolt, amit szeretek, mert nagyon-nagyon nagy a választékuk, szép nagy a bolt is, és tényleg jó minőségű termékeket árulnak, illetve a webáruházból pedig az Ekina lovasboltja az, amit nagyon szeretek, mert náluk is nagyon-nagyon jó termékek vannak, és nagyon, hát hogy is mondjam, emberbarát a webfelületük. Rács Liliánának a kérdése kapcsolódik. Ha keresi a jutalomfalatot a lovam a zsebemben, amikor nincs is, és ebből harapás lesz, akkor hogy szoktassam le róla, mikor orra csapás után is folytatja? Nem vagyok nagyon az erőszaknak a képviselője, de tovább kell csapkodni, hát nem csapkodni, de hogy úgy
úgy nyugodtan lehet egy-két pofont ilyenkor szerintem az orrukra adni. Az, hogy azért harapásba megy át a dolog, az bizonyos... Tehát az bizonyos mértékben azt mutatja, hogy mindig onnan veszed ki a jutalomfalatot, és szerintem az egy tök jó megoldás erre például, hogy elkezded máshol tárolni. Mondjuk a farzsebedben, vagy a pucolós ládába teszed bele, és amikor látja, hogy odahajolsz, akkor így át fog állni arra, hogy hol lehet, hogy most már onnan fogom kapni, és nem pedig a zsebből. Tehát ilyenkor érdemes váltani, és mindig máshonnan elővenni neki a jutalomfalatot szerintem. Nálad vannak anyagi keretek, amikor a lóról van szó? Köszönöm szépen, tekintelmének még egyszer. Elméletileg vannak, gyakorlatilag nem nagyon. Tehát van egy bizonyos keret, amit megszabok magamnak, hogy na akkor ennyit szabad egy hónapban költeni a lóra. És ezt sose tartja meg. És ezt sose tartom. Bellei Nóra kérdezi, itt a takarmányozással kapcsolatban, hogy a szálas takarmány mellé milyen kiegészítő tápot vagy műzlit adunk Tillának, és hogyan adjuk neki, esetleg tudjuk-e mi a márkája és honnan szerezzük be. A szálas takarmány mellé Tiara azt hiszem, hogy napi egyszer kap zabot a lovardában, illetve amikor én kimegyek hozzá, és lovagolom vagy futószázom, akkor utána szokott kapni műzlit, tényleg a legalapabb műzlit. Ezt is az Imagine lovasboltban szoktam beszerezni, azt hiszem, hogy a Marshall márkát használjuk, bár most így hirtelen fogalmam sincsen, és akkor ezek mellé kap ilyen étrendkiegészítőket, mint például Dr. Kócs Mihálynak az ízület és csont erősítő bora, akkor a NAF Empower-jét kezdtük el most etetni vele ilyen izomtömegnövelésképpen és állóképesség növelőképpen, illetve zselatint és kovaföldet kap még az ízületeire, mindenből ugye a megfelelő kis proporciót, és akkor ezt így szépen összekeverjük, és ezt kapja minden edzés után. Hogy lecserélted a Sprenger kengyeledet free jumpra? Valaki nagyon szemfüles volt. Ez egy nagyon jó kérdés, nem cseréltem még le a Sprenger kengyelemet, viszont van egy nagyon kedves követőnk, akivel elég gyorsan, nagyon-nagyon jóba lettünk. Nagyon technikai kérdéseket tesz fel nekem mindig, és megkérdezte, hogy mit gondolok a Sprenger kengyelről, mert hogy lehet, hogy ő szeretne egyet beszerezni. És felajánlottam neki, hogy én nagyon szívesen odaadom cserére, és kiderült, hogy neki pedig egy free jump van, amit már én szeretnék nagyon régóta kipróbálni. Úgyhogy megegyeztünk, egyébként ő Barnák Dóri. Megegyeztünk a Dórival, hogy most 3 hétre kicseréltük a kengyeleket, tehát nála van az én Sprenger kengyelem, nálam pedig az ő free jumpja. Hozzátenném, semmi problémám nincsen a Sprenger kengyelemmel, csak úgy gondoltam, hogy ha már van rá lehetőség, akkor kipróbálom a free jumpot. Dóri pedig tért fájós, ugyanúgy, mint én, és neki ezeket a fájdalmakat nem csillapítja a free jump. Nekem viszont eddig nagyon-nagyon tetszik, úgyhogy lehet, hogy le fogom cserélni a Sprenger, de még meglátjuk. Gondolkoztál-e azon, hogy a lovat rideg tartásban tarts, vagy egyértelmű volt, hogy boxban lesz? A nyáron nálunk Tiara egyébként úgy van, hogy ha jó idő van, akkor ő kint van a 24-ben a karámban, tehát gyakorlatilag nyáron rideg tartásban van, csak esős vagy hűvösebb napokon megy be a boxba. Télen viszont azért volt egyértelmű a box, mert elég hosszú szőrt növeszt, hiába tettem rá korán a takarót, és a hosszú szőrben pedig nagyon durván megizzad, úgyhogy ezért kellett megnyírnunk, ezáltal takarózni kell, és emiatt nem maradhat kint estére. Úgyhogy igen, valahol egyértelmű volt az, hogy boxba fog kerülni. D. Jászmin kérdezi, hogy milyen és mikor volt a legnagyobb esésed? Nagyon sok ilyen esésem volt, de talán a legrosszabb az volt, amikor csikókat lovagoltunk be, illetve nyers lovakat Fehérváron egy lovardába. És én voltam a próbababa, úgymond, tehát akkor is védőmellény, sisak, és akkor én ültem fel a teljesen nyers lovakra. Amit nagyon szerettem egyébként, csak egy idő után így rájön az ember, hogy kiöregedik ebből a szakmából. Nem mondom azt, hogy ez velem megtörtént, mert azért még
még egy pár évig ezt csinálhattam volna, de elkezdett bennem így növekedni egy félelem. Egyszer nagyon csúnyán le is estem az egyik lóról, úgyhogy futószáron, és a futószár is begavarodott, amiatt nem tudtam úgy leesni, ahogy kellett volna. És ezután a másnap is megtörtént, és akkor a hátamban elég csúnya ilyen izomhúzódások, meg ilyenek voltak, illetve így a fejemet is ahányszor sikerült bevernem azért, az egy durvább eset volt, azt mondanám. De mondom, ez így kettő vagy három egymás után volt, és akkor utána mondtam, hogy jó, most akkor egy szünet lesz itt. Lovaglásról általános kérdés, hogy te mennyit szoktál lovagolni egy alkalommal? Mennyit edzetek? Erről volt egy videónk, nem? Volt egy ilyen edzés, és hogy hogyan oszd be? Edzés, felépítés, igen. Itt találod meg ezt a videómat. Egyébként, mivel ti arra fiatal, és nem szeretném nagyon erőltetni, vagy pedig a korához nem megfelelően tanítani, illetve edzeni, ezért ilyen 3-4 órától nagyon maximum 1 óra 10 percig szoktunk egy alkalommal kint lenni a pályán. Pataki Dóri kérdezi, hogy a civil életben mivel foglalkozol? A civil életben egy multinacionális IT cégnél dolgozom, és riportokkal foglalkozom, gyakorlatilag senior analiszt vagyok, nem tudom, hogy ez így hány embernek fog bármit is mondani. Informatikai segítséget nyújtunk egy bizonyos gyógyszerfejlesztő cégnek, és ennél a részlegnél vagyok a senior analiszt. Hányszor jársz ki Tiarához egy héten? Megpróbálok heti 6 alkalommal, ebből nem az összes lovaglás természetesen, hanem van egy ilyen bohóckodós nap, futószározós nap, de megpróbálom úgy, hogy egy teljes szabad napja van, amikor nem is kell engem látnia, és egyébként meg heti 6-szor megpróbálok hozzá kívánni. És gondolkoztál már azon, hogy eladott Tiarát egyszer? Ez az a kérdés, amitől féltem. Igen, sajnos, és ez a téma még nincsen lezárva, ugyanis úgy gondolom, hogy Tiara nekem kicsi, ez nem csak nekem hátrány, hanem neki sem feltétlenül jó dolog. Úgyhogy ezt próbálom felmérni, hogy mi az a határ, ameddig tudunk menni, illetve mi az, ami mindkettőnknek jobb lenne, de igen, felmerült, és még nincs konklúzió ezzel kapcsolatban. Lesz-e lovarda bemutató videó? Ez nem tőlem függ. Egyrészt azért tökre rá kell készülni egy ilyen videóra, nem csak nekem, hanem a lovarda tulajdonosoknak is. Másrészt meg kell kérdeznem, hogy erre kapunk-e engedélyt, illetve hogyha tényleg annyian szeretnék, akkor talán össze tudjuk hozni. És már volt egy ilyen a Pannon? A Pannon Lovas Akadémiát bemutattuk egyszer, igen. Hogyha szeretnétek egyébként több ilyen lovas helységről, illetve lovardáról túr videót, akkor a kommentekben legyetek kedvesek, és írjátok meg, hogy szeretnétek-e, és hogyha igen, akkor melyikről. Nyilván nem fogjuk az összeset tudni megcsinálni, de hogyha egy így többször feljön, akkor azon el fogunk gondolkozni, és megpróbáljuk megcsinálni. Tiarának milyen nyelvje van? Tiarának amikor megvettük, akkor kb. Minden lovas felszerelésemet eladtam, úgyhogy hirtelen kellett egy nyerget találni, és a legmegfelelőbb abban a pillanatban egy Stübben Arctus volt, amit egy jó barátnőmtől vettem át. Nem a legjobb nyereg, a tartásom nem a megfelelő benne, és nem tudok úgy elhelyezkedni benne, ahogy kéne. Egyébként Tiarára meg teljesen jól passzol, úgyhogy egyelőre az a legfontosabb szempont. Ha a következő nyelget szeretnék, az már egy magasabb kategóriás nyereg lenne. Szóval, ha majd váltani fogok, az csak is akkor lesz, hogyha azt látom, hogy Tiarával el tudunk indulni versenyeken, illetve hogy csúnyán hangzik, de úgymond érdemel-e jobb nyerget. Azt hiszem, hogy véget értünk, vagy végigmentünk az összes kérdésen. Köszönjük, hogy végignéztétek ezt a videót is.
Még lesz ilyen, tehát nem ez volt az utolsó ilyenünk. Szeretnénk, hogyha kommentben leírnátok, hogy milyen videókat szeretnétek még látni, úgyhogy fullasszatok minket a kommentekbe, léci. Elértük az 1000 lájkolót, illetve követőt a Facebook oldalunkon. Köszönjük szépen! Indítjuk a második nyereményjátékunkat, amit Instagramon és Facebookon is megtaláltok majd. Ezen kívül... Fent lesznek a linkek. Ha még nem iratkoztatok fel, az nagyon nem jó, úgyhogy akkor légy szíves, iratkozzatok fel, mert nagyon-nagyon jó tartalmakat osztunk meg, és nagyon izgi nyereményjátékaink lesznek. Még rengeteg lesz. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, és egy hét múlva találkozunk!